Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő Hogwarts Legacy végigjátszás videómban. Lehet megjelenik majd a második rész, mire én befejezem ezt a játékot. Ettől függetlenül üdv mindenkinek, aki itt van. Fél perc, és a meghajtó fű, amit elültettünk ebbe a palántázóba, végre learadható lesz, és akkor tudunk majd teljesíteni egy megbízást. Ezt még meg kell várnunk, és a mai részben hát egy másik professzor megbízását is mindenképpen teljesítenünk kell, hogy tudjunk fejlődni, aztán majd jönnek a fő küldetések utána mindenképpen. De ez a pár másodperc maradt vissza, hogy ezt a gyönyörű meghajtó füvet le tudjuk szedni. 3, 2, 1, yeah! 5 termelés. 5 termelés jött ebből a meghajtó fűből. Elvileg, hogyha leszedem, akkor elvileg meg is van a megbízás, így is van, tökéletes. Mindenképpen. És mi? Már újra is ültettem? Újra is ültettem. Így egyből. Ó, ez menő. Ez így menő mindenképpen. Jó, ezzel kipipáltunk egy megbízást. Garlic professzoré volt. Ja, és akkor vissza kell mennünk majd hozzá, hogy megkapjuk a Flippendót. Ezt szerintem teljesítsük is. És ugye a főküldetés szállunkon pedig Weasley professzornak a megbízását kell majd teljesítenünk, de ahhoz még nem vagyunk elég fejlettek. Szóval akkor ugorjunk el Garlic professzorhoz, aztán utána meg Hovin professzornak a megbízását, hogy kettőfajta állatot befogjunk az elkapzsák segítségével, teljesítsük utána majd, de először akkor nézzük meg Garlickkal, Mizu. Hello, profi! Megjöttem is! Kicsit zizi. Elvégeztem a rám bízott feladatokat, Garlic professzor. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraged. Rohadt drága volt. Rohadt drága volt. I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Az real. Mondjuk a kertészkedés az tényleg tud nyugtató hatással lenni az emberre. Ebben biztos vagyok. Now, ready to learn from a Flippendót. A legelső Harry Potter játék, amivel játszottam, a Harry Potter és a bölcsek köve. Ott a Flippendó kb. Az első varázslatok egyike volt, amit megtanultunk. Nem tudom, közületek ki játszott az a nagyon-nagyon régi Harry Potter játékkal. Kezeket fel a kommentek között, kíváncsi vagyok, hogy hányan vagytok. Hogyha fiatalabbak vagytok, akkor valószínűleg nem. Jó, hozzáadom ezt a varázslatot, kipróbáljunk. Melyik a Flippendó? Ez lesz az. Jó, hát figyelj, nézzük meg, hogy mit tud. Bang. Aha. Komoly. Jó. Hát, lehugyozva. Szép. Fejlődünk elég erősen is. 150 tapasztalatpontot kaptunk ezért is. A hátralökés rontása, vagy Flippendo okácska az invító, egy mozgató varázslat, amely képes megszüntetni a célpontok lila pazs bűbáját. Jó. Oké, okay, kicsit így laggolgatunk, semmi probléma. Hát, Samantha, bocs, de én viszont rád nem érek. Megyünk tovább. Hovin professzor megbízását kéne megcsinálnunk. Dirikolt, illetve óriás lilavarangyot kéne fognunk. Oké, okay, bejelöltem, és akkor térképen ezeket látjuk, hogy hol vannak. Aha, ahogy látom, igen. Yes, eléggé messze. Itt délre. I guess ez délre van. Jó, ide kell lemennünk. Akkor ott van egy gyors utazási pont. Nem tudom, hogy voltunk-e már itt valaha ezen a környéken. Aha, és azok lesznek a dirikólok. El tudom képzelni, hogy azok lesznek a dirikólok. Na várjál. Akkor, ez az egyik valaminket át kéne alakítani, az a baj, venni kéne még többet. Na mindegy. Megoldjuk szerintem. Kell az elkapzsák a négyesre. Meg kell őket kefélni, meg akkor adok neki kaját is. És nem tudom, vagy lefagyasztani, nem tudom, és úgy befogni. Figyelj, ez lehet, hogy egyszerűbb lesz, mint értedetetni meg ilyenek. Várj, kipróbálom először azt majd. Jó. Nyomok rá egy egyeset. Lefagyasztottam. És elkapzsák. Oké, elkaptuk. Csak közben meg itt megtámadtak, és nem is kaptuk el. Jó, oké. Mi az Isten történik itt? Én csak dirikólokért jöttem a rohadt életbe, aztán egyből itt csatába keveredtem. Hát a franc vigyen el titeket. Jó, gyorsan csinálok egy új szettet, ez micsoda? Ez a krució. Figyelj, menjen rá, miért ne? Oké,
Fiel. Incendio, Expelliarmus, Confringo, lehugyozva. Jó. Meglepődtem most ezen a kis csatán. Szegény Dirikolt, akkor nem tudtuk elkapni, ugye? Szerintem nem sikerült, de lefagyasztom. Jó, és most nyomok egy négyeset. És akkor F, 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 F. És akkor így benn van az elkapzsákban. Oké, akkor a Tirikol, az meg is van. Az meg is van. Körbenézek itt ezen a részen, vajon? Szerintetek, srácok? Van-e itt valami érdemes? Biztos, biztos lehet itt lootolni. Aha, és ott csatázni kéne. Van kedvem csatázni? Nem. Foglalkozzunk azzal, ami most jelenleg nekünk a megbízásunk és a küldetésünk. Szóval akkor elmenjünk egy másik helyszínre, ahol pedig lila varangyokat fogok tudni. Aha, hát az a baj, innen repülnünk kell végig. Jó, hát menjünk arra. Én azt az északi déltenger mocsarat majd állokkolni kéne azt a gyors utazási részt. Semmi probléma. Ismételten. Seprőre szállunk. Aztán már itt se vagyunk, srácok. Sutty! Hello, van itthon valaki? Van. Nem. Remove. Oké, még 200 métert kellene tovább repkennünk. De legalább ez a kis eléggé messze eső terület, ez a mocsár is fel lett fedezve okosba. Jó, és akkor szépen leereszkedünk itt. Jó, itt is. Aha, csaták lesznek. Jó. Hála Istennek, kik vagytok és hol vagytok, akik csatázni próbálnak velem. Haló, nem látom az enemit. Ó. Oh. Hello. Te nem a lila varany vagy, akit keresek, ugye? Felgyújtjuk. Expelliarmus. Ez annyira nem. Ez 20-as szintű. A 4-es. Kap egy Cruciót. És utána meg kapja a sima varázslatokat. Ó, itt közben jön egy másik. Várjál. Oha, hányan vagytok? Haló. Oké, elég sokan jönnek, ami egy kicsit problémás is lehet, és kellene csinálnom egy másik harci placot itt magamnak, mert ez így nem lesz olyan jó. Jó. Oké. Négyes. Bocsa Crucióért. De nem lesz ez egy olyan egyszerű csatát. Nagyobb szintűek ezek a szarok, mint én. Össze-vissza ugrálok, és akkor most kéne egy flippendo... Várjál. Levioso az... Nem, nem tudom leviosozni. Oké, akkor ez így egy nagyon nehéz csata lesz szerintem. Sok a HP-jük ezeknek a szaroknak, és nekem meg kevés most már. De iszunk HP-töltőt, és így... Mennyien vannak ezek? Ez nem lesz így jó. Ez nagyon nem lesz így jó, srácok. Nem fogom tudni ennyit legyőzni. Jó, egyet legalább kicsináltam. Ezt nem tudtam most dodge-olni. Oké. Okay. Oké, csináljunk ki egyet ezzel. Majdnem kicsináltuk. Talán most meghalt. Jó, most már meg lesznek szerintem. Ez a három maradt, és mind a háromnak kifejezetten kevés HP-ja van. Jó. Oké, okay. Szerintem egy maradt. Atya úristen, milyen csata volt ez, de ez szerintem for real az egyik legnehezebb küldetésem volt eddig. Oké, okay, bocsáska nyelve. Bocsárka, bocsánat. Hát ez az eddigi legnehezebb csatám volt, ez for real. Akkor most próbáljunk meg szerezni varangyokat, de közben legalább felfeljöttünk amúgy 20-as szintre, ami amúgy nem rossz. Nem rossz semmiképpen. Hol vannak lila varangyok? Hallom őket. De az varangy. Aha, azok varangyok. Jó. Akkor szerintem az előző taktikát fogom alkalmazni.
hogy lefagyasztom, op, aztán utána pedig az elkap zsákkal. Egyszerűen befogjuk. Ennyi. És elvileg akkor ezzel megvan ez a megbízásunk is. Yes. Very nice. Jó, ott megint vannak ilyen csontvázak, velük annyira nem akarok foglalkozni. Hú, az adottságpontokat kellene majd amúgy... az adottságpontokkal kellene majd foglalkozzom, mert szerintem most van pár, amit még nem költöttem el. Tudjátok, hogy igazából most el is költhetjük, van 4 adottságpontom. Na, mikre menjen? Nézzük meg az alapban, mik vannak. Egy új varázskészletet hozzáadjak? Hát egyet hozzáadok, hát ha fogom tudni majd használni valamire. Az az átok szórás, ez tetszik nekem, ezt elköltöm erre, tök jó. Na, megcsinálom ezt a deszendósat, azt úgyis szoktam hébe-hóba használni. Jó, és így elköltöttem az összes ilyen pontomat, ami volt. Akkor gondolom vissza kell mennünk a Hovinhoz, aztán... pedig ezt a Weasley professzor megbízást kéne megcsinálnunk. Gyűjtsd be minden tudó útmutató lapot a föld alatti kikötőből. Gyűjtsd be a minden tudó útmutató lapját az átváltoztatástan középhaladóknak című könyvtári könyvből. What? Jó, mindegy, először menjünk vissza akkor az állattanórára. És akkor a bombárdát valószínűleg megtanuljuk le, én az bármi. Hello, megjött a állattanórára, üdv mindenkinek. Hogy néz ki? Hát most mi itt állattanórán vagyunk. Igen. És oda? Szellem sárkány. Szép. Ez jó óra volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ennyi? GG? Nem, még beszélnem kell Hovin professzorral. Végeztem a feladattal, ja. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. Jó. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Oké. Mindenképpen. Természetesen. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Azt én sem szeretném. Na, tanuljuk meg akkor a bombárdát. Nem tudom, ezt így elképzelésem alapján valószínűleg tudjuk majd használni csaták közben is. Bombarda. Ja. Komolynak tűnik, mindjárt kipróbáljuk valakin. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Oké, próbáljuk ki. És akkor, hát fia, egyelőre beteszem a bombárdát ide. Ajj! Fölrobbantak a tökök. Ő nem robbant fel. Jó, GG, kösz, megtanultunk egy újabb varázslatot. Nem is tudom, hogy hogy kéne majd rendszerezni itt a cuccokat, mert akkor itt vannak ezek a tök jó ilyen pirosak. És akkor nem is tudom. Teszek ide invítót, meg depulzót, akár descendót, és akkor még ide teszem mondjuk, hát nem tudom, az áreszt a momentumot, vagy a leviószót, aztán nem tudom. Majd valahogyan váltogatjuk, vagy itt csak lilák legyenek, és ott meg akkor csak sárgák. Hát az úgy nehéz lenne folyamatosan váltogatni, nem? Lehet, hogy úgy kéne, hogy mindegyikben van egy színű, és akkor leviszem azt a sort, a következő sort, Nem tudom, srácok, hogy érdemes? Segítsetek már ebben. Belicci. Mi ez a küldetés, amit az a Weasley professzor nekünk szánt? Oda lemenjünk mélyre, 65 méterre van. Hát ez egy túra lesz, srácok. Vagy... aha. Itt a föld alatti kikötő. Ó! Oh, ilyen is van. Szép kis lift. Menő. Menci. Majdnem olyan szép, mint az én liftem a Minecraft hardcore-omban. De egynek elmegy. Ó, oh, nem voltunk itt még. Föld alatti kikötő. De szép. Mi az? Ja, tudok kacsázni. Szuper. Van itt valami lootolni való? Van-e valami, amit el tudok lopni? Aha, ott van valami. Láda. 43 galleon. És ebbe a ládába? Aranykeretes köralakú szemüveg, ami jobb, mint ami rajtam van. Hát akkor ezt már most le is csekkoljuk, srácok, a felszereléseknél. Találtunk az arcunkra egy új szemüveget. 4-jel több védelmet ad, mint az, ami rajtam van is. Valamint a kinézete az igazából maradhat is. Egyáltalán nem vészes.
Oké, mert és akkor most csónakáznom kell? Oder... Megtaláltam. Oké. Main a viadukt udvar alatt található kikötő, ahonnan az első éves diákokat a fekete tavon át a Roxfordba szállítják. Ó, itt érkeznek be! Ezt a filmekben például ugye ott sohasem lehetett látni szerintem. De komoly, ide jönnek be ezek a kis csónakok. Várjál még azt a ládát megnézem a túloldalom. Hát ha találok benne valami jó kis... Ó, ez kell... Ú, mit kell rácsapni ahhoz, hogy ezt ki tudjunk nyitni? Ó, csak közelebb kellett jönni. 500 galleon. Ebben az összesben 500 galleon van, ja. Azt hittem, úgy emlékeztem, valamit rá kellett csapni, de nem. Egyszerűen csak közel kellett menni hozzá. Jó. Milyen messze van a következő rész, a következő lap, amit meg kell találnunk? Hát valahol itt, azon a részen. Hát én, az ott mi az Isten? Könyvtár, yes, hát ez mondjuk ki lehetett volna találni, gondolom. Hát figyelj, akkor teleportálok a nagycsarnokba, aztán onnan majd lefutunk a könyvtárba. Mit szóltok ez a igencsak vakmerő és izgalmas ötletemhez? Na nézzük, menjünk lefelé, 40 méterre található a könyvtár. És volt valami gyorsutazási lehetőség valahol, amit aktiválni tudtam, de most nem látom. Mindegy, be kell mennem itt, nem? Jó helyen járok? Mit, hogy a jó helyen járnék? Nincs itt valami gyorsutazási plac, amit itt tudok aktiválni? Amúgy. A térképen láttam a közelben valamit, de lehet, hogy... De! Itt van. Oké, megvan a könyvtár is. Csicsi. Csicsi, 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 csicsi. Na, mi a srácok? Felfutunk a lépcsőn, és elmenjünk azért a másik lapért. Minden tudó útmutató lap. Itt kell lennie valahol. Aha, ott látom is. Figyeld! Akio! Ennyi. Ez kellett? Nem ez kellett. De ez kellett? Nem ez kellett. Vagy ez kellett? Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Anyádat. Mi lenne, hogyha ide adnád, és akkor nem kapsz egy vizé pofont? Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the law of the world. Orront érdelem. Will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Oh, they don't value knowledge the way I do. De a tudás fontos, igen. De most nem érek rá. Fél éve játszom, lehet, hogy már több, biztos, hogy több, mint fél éve. Nagyon, ha muszáj. Nagyon régóta játszom ezt a játékot, mikor jelent meg, várjál. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Arra egy röppentyet, kígyó madarat. Fingom sincs. Bújocs. Nem tudom, legyen a röppenty. The golden snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard. 23 februárjában jelent meg a Hogwarts Legacy. Next question. Az másfél éve volt. Commonly referred to as liquid luck. Folyékony szerencse, az a Felix Felicis, az vágom a filmből. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Oh, hát ez tök jó, ez könnyű. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the. Jó, ez egy ilyen film trivia, ez jó. Ball in Quidditch is the largest. Cik ez az biztos nem, vagy a gurkó, vagy a kvaff. A gurkó, szerintem a gurkó, nem? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of three hoops in a Quidditch match, the team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species.
Milyen főzet? 100 fülé főzet? Igen. Ugye? 100 fülé főzetnek hívták azt, amit a Hermionék is ittak a... Mi az Istenbe volt? Az melyik... Melyik részbe volt? Titkok kamarája talán, de nem biztos. Igaz? Igaz. Actually, the answer was false. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. Jó, mindegy, 5/3. Ugye? Azt hiszem 5/3. Fajta nem változhat. De nem ez volt a filmben, hogy a Hermione az macska lett? Oké, lehet, oké, nem. Nem, fajt nem változott, mert ember maradt, csak macskának nézett ki. Most nem köz, de amúgy ez jó, amúgy nem is volt olyan rossz ez. 5/3, az egy szép kis közepes eredmény. Ezt itt megfogom, köszi szépen, és akkor ezt kellett nekem. Jó, akkor indulás vissza, nem tudom miért kellettek ezek a profinak, de részt kell vennem napközben az átváltoztatástan órán. Jó, ezt is ismerjük a filmből, ezt a csodát. Ugye, itt volt az, amikor Ron nem tudta átváltoztatni a poharat, nem pohárra, a patkány pohar. Mi volt? Már basszus, olyan rég láttam, már nem is emlékszem. Annyi a lényeg, hogy úgy nézett ki a pohár, mintha egy patkány lett volna. Patkány farka volt. Aki tudja, tudja, aki nem, nem, csak össze-vissza beszélek, tök mindegy. Beautiful. Goodness. Kapta hal. Settle down, settle down. Csücs! Transfiguration! Is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. Mm-hmm. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you Szép. All know what to do. Persze, egyből tudom, mit kell csinálnom. Ennyit. Jó, ez nem tűnik egy olyan nagyon nehéz mutatványnak. Bang! Átváltoztatás! Igen, amúgy igen, még az ikonja is az, ami a filmben volt. De nekünk nem volt eltörve a pálcánk, szóval működik ez a dolog szépen. Szép kis pellangók. Gyönyörű, és ez amúgy... Hogy fogjuk tudni majd alkalmazni a gyakorlatban? OWLs will... You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Köszönöm. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, nagyon hasznosak voltak. Good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. A mindentudó. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Fig professor semmit nem tud róla az öreg, dehogy is. I'm fascinated by ghosts and food, and I'm interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. Jó. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. Yes. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Amúgy srácok, hány százaléknál tarthatok? Oh,
megcrashelt a játék. Na, szóval ott tartottunk, hogy kész van ez a megbízás, és hát akkor figyelj, próbáljuk ki, mert miért ne? Azt mondja, hogy 4. Kordó. GG. Szóval hány százaléknál tartotok a fő sztori vonalban, srácok, szerintetek? Kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok erre, mert amúgy... Nem tudom, mondjuk utána nézhetnék én is, hogy hány küldetés van, és hogy azok közül ugye hol tartunk. De kíváncsi vagyok tényleg azoknak a véleményére, akik most itt játszottak is már vele. Jó, oké, jönnek az újabb küldetések mindenképpen számunkra. Illetve PC-n, mindenkinek ilyen instabil az a játék, mert van megőrülök, néha elindítani sem tudom. Minden indításnál, hogy shadereket kell előkészítenie, sokszor lefagy közben, ki kell törölni fájlokat, hogy tovább menjen. Megőrülök ettől. Mindegy. Az a helyzet, hogy nem tudunk tovább menni. Nem tudunk tovább menni, mert legalább 21-es szintre szükségem van, hogy a lodgokos részt meg tudjam csinálni. Ugye lodgok megkért, hogy találkozzak vele a Roxfortól délre fekvő kobolt bányánál, és arra kért, hogy vigyek magammal valakit, aki beszél halandzsul. Milyen messze vagyunk mi a 20-as szinttől amúgy, az hallám. Hát félúton vagyunk, az nagyon nem jó. Akkor viszont mellékküldetéseket csinálunk. Oké, menjünk a Sebastiannal beszélni a kriptában. Amúgy eddig körülbelül 14 órát raktam bele magába a játékba, és ez azt hiszem a 12. rész. Hogyha jól emlékszem, de nem vagyok most ebben 100%-ig biztos. Jó. Which way? This way? Alright. Itt tudunk bemenni a kriptába. És akkor nem tudom, hogy mit kell itt Sebastiannal beszélnünk. De nyilvánvalóan ki fog derülni. Becsapódott az ajtó, behúzta a húzat. És akkor itt vagyunk lent. Cső, Szebi! Mi a harci helyzet? Na, mit találtam? He encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Yeah. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed mm-hmm. students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the Scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Egyetértek, megtettük, amit kellett. But casting Crucio was our only option. And I'm glad Ennyi. We did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Ominous nem egy ilyen megértő figura. Egy szót sem szólok. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. Akkor ketten akkor elmegyünk és megpróbáljunk megkeresni ezt a relikviát. És az a relikvia a húgának segített valamilyen utomodon ugye a betegségéből kigyógyulni. Természetesen. Ominous, we were just about to get some air. Szia, Ominous! You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. A hallott. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? Na figyelj, Ominous, beszélnem kéne veled, hogyha befejezted a vitát, szóval fejezd be a vitát, légy szíves. I'll be on my way. Revelio. Jó, Sebastian lelépett, de akkor nem most megyünk a relikviáért. Na, figyelj, Ominous. Ominous, Sebastian Manuel. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize. Pont ezért nem akartok elmondani neked. Pont ezért, amit most csinálsz. As his parents were years ago. It's why they died. Mi történt a szüleivel amúgy? His parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Mi volt az a crash? Had crumpled to the floor. Földre rogytak. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is.
That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Reményt ad Sebastiannak. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Ha majd lesz választási lehetőségem, hogy szólok-e Ominousnek, vagy titokban nyomjuk majd, hát nem tudom, hogy mit válasszak. És most mi a harci helyzet, akkor akkor nem megyünk a relikviáért most egyelőre. Jó, hát ezért sok pontot nem kaptam. Ezek csak ilyen nem tudom, milyen küldik ezek. Ezek a valós mellék küldik. Ezek meg azok a részek, ahol ugye, főleg a Sebastiannal ami történt, meg ahogyan próbáljunk majd a húgát meggyógyítani, azok a küldetések voltak ilyenek, nem, vagy lehet, hogy nem ilyenek voltak, nem tudom. Mindegy, Nettivel is beszéljünk egyet, hiszen úgy véli, hogy anyja, Onai professzor rájött, hogy miben mesterkedünk, abban bízik, hogy édesanyja megenyhül, ha ott vagyok, amikor beszélnek. Tök őszinte leszek, fingom sincs, hogy már Nettivel miben mesterkedünk. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. Mm-hmm. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. Oh! However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Gazellává szokott változni a csajus, és úgy szokott kóborolni. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Wow! Ez hihetetlen, ez komoly. Ezt se tudtuk még. Extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but mother is less enthusiastic about it. I guess tud veszélyes lenni, főleg, hogyha ilyen... Especially one as rare as a gazelle should be bounding about kémkedésre használod. Orvadászok. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. Megtörténhet. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Nem tudom. Talán a járnak igaza van. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Yes. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Szívesen. És most átváltoztatlak egy köcsögnyét. Nem sikerült. Jó. GG.
meg csávázás is, de akkor ezek nem kapok tapasztalati pontot, ezek csak egy kis sztorit viszik előrébb, ezek nem olyan mellékküldetések, amiket tudnék most érdemben csinálni, akkor szerintem amiket tudnék csinálni, akkor gondolom ezek a mellékküldetések, seprűfejlesztés például, de mindegy, akkor még Poppyval is beszéljünk, ő az utolsó, akivel így dumálnom kéne, szóval Rocksmorthba kiteleportálunk, és akkor a három seprűben pedig akkor beszélünk Poppyval, vele is megbeszéljük, hogy miket láttunk, és hogy mik lesznek a következő tervek. De rég voltunk itt, meg itt ez a téli hangulat itt Rocksmorthban amúgy rohadt jó, imádom, zseniális. Szevasztok, csibészek! Üdvözlet mindenkinek! Vajsört kérek a most azonnal. Sirona, nyugodjál meg kérlek. Szevasz, Popper! This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about these poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. Mm-hmm. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Ezért még a legelején volt a játéknak, konkrétan az első jelenetek között. Exactly. Yep. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Jó. That's a good nézzük idea. Meg. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There Hajrá. Was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Miért üld az engem Viktor? Ranrockkal kapcsolatos. Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Jó, ezek megdumálva. Csinálják egy ilyen full mellékküldetés szerintetek? Vagy inkább menjek ki a francba tényleg csatázni. Figyelj, van itt egy díkes küldetés, ott a javasolt szint az 20-as. Ott az lehet, hogy már valami érdemes mellékküldetés lesz. Nézzük meg azt, hogy azzal mi a helyzet. De amúgy nagyon szép ez a játék, ha legalább nem fut jól, érted? Egy RTX 4090-en, meg egy 13. generációs Intelen. És amúgy lehet, hogy az ékresselgent, mert pont nemrég jött ki, hogy ez a 13. és 14. generációs Inteleknek a nagy rész az konkrétan hibás, és én is tapasztaltam sajnos már olyan dolgokat itt a számítógépem használása közben, amik arra engednek következtetni, hogy hibás az én processzorom is, és könnyen elképzelhető, hogy ez a crashelés is annak tudható be, és nem végül is a játéknak. Ettől függetlenül menjünk a szükség szobájába, és akkor Díkkel szeretnénk beszélni, hogyha minden igaz. Van egy momentem most, szevasz Dík, mi a helyzet? Visit professzor mondta, hogy többet akarsz mondani a szövőszékről, vagy szeretném tudni, hogy a szövőszék. Hello, gondolom. Professor Weasley said you wanted to tell az a mellékküldetés. Ah, hello. Yes. About that, Deke has had a thought. He mi történik? Ez mi? Szóval úgy gondolja, több helyre van szükség az állatai számára. Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom and perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Mm-hmm. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is,
Deke hasn't heard from his friend for a while now. Like in a check column. The item you wove in the loom has an enchantment that might be useful. Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Jó. Megkeresem. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Mindenképpen. Jó. Akkor meg kell találnunk a barlangot. Valóban ide gyors utazunk, szerintem, és innen talán ki tudunk majd repülni, bár ez a izében van a tiltott rengetegben, és itt szerintem nem tudunk repülni, nem? Szóval lehet, hogy nem volt a leg... De tudunk. Jó, akkor nem szóltam semmit. Akkor okos döntés volt. Szépen felrepülünk. Yes! És akkor megyünk is abba az irányba, ahol a Dicknek a spanyát lecsekkoljuk, hogy minden okése vele. Itt akkor valószínűleg csatázni fogunk azért pókicákkal. Ez szinte garantált. De nincs ezzel semmi probléma, megoldjunk majd. Előtte vagy, mindenképpen majd csekkolnom kéne a varázslataimat, hogy mik vannak ugye beállítva, és itt van a barlang bejárat. És már itt rengeteg pók van, jó. Akkor legyen az, hogy leszállunk ide. Így. És hát figyelj, hagyjuk így ezt a kettőt, használjam az alsó kettőt. Megpróbálhatjuk. Segítségedet kérem. Jó, közben Sebastian ugye megkeresett minket az előző beszélgetés kapcsán. Na, akkor gyertek polkicák. Egy Akio, Tiszendo, és simán le lettek húgyozva ezek a pókok itt a bejáratnál. Irány befelé. Irány befelé. Hálószövők barlangja? Tobzot kell megkeresnünk, jó. És itt az elsőreben berakom a Lumoszt szerintem. Na nézzük. Hálóztok. Ezt le kell égetnünk. Confringo egy tökéletes megoldás erre. Aha, pióca lét, azért begyűjtjük. Tobz, 3 üvegcsével lemaradtál a kvótádról. Tudod, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a hűséges vásárlóim hiába keresik Seamus zsugorító főzeteit. Az ostoba hibán miatt egy hétig nem kapsz ételt. Azt is elvárom, hogy ennek megfelelően megbüntess magad. Amikor a következő szállítmányért visszatérek, a szokásos bugyuta vigyorót helyett inkább véres kötéseket lássak rajta, Jézusom. Ha nem teljesíted a következő kvótádat és még 5 extra fiolát, nem csak az élelmet veszíted el. Ja, Tobzmester eléggé szörnyű. Ez most itt hirtelennyébe kiderült. Tobz? Deke sent me. Are you in here? Itt vagy való, Tobi? Itt hogy fog tudni itt átmenni? Ide reperót kell itt használnom szerintetek? Vagy mi az Isten, vagy nem erre kell mennem? De csak erre tudok menni. És ha átugrom, az is egy megoldás. Aha, pókicák. Ezek 21-es szintű pókok voltak. Ezek nagyon ízik voltak pedig. Mindegy, begyűjtöm a lootjukat. Jó, merre menjünk? Már lehet menni erre is. De meg akarom keresni Tobzot mindenképpen. Aha, ezt itt fel kell... Mi? Gyújtani. Na, Poppy is közben. Jó. Majd találkozunk, most van fontosabb dolgom. Na, ezt nem kéne ennek eltűnnie már innen? Jaj. Oké. Okay. Szia, Pokica! Ennyi. Ezek a pókok nagyon, nagyon egyszerű őket megölni, hiába nagyobb szintűek amúgy. Ah, vagy itt egy kis... Holdkő?
Ja, az már egy picit nagyobb póknak tűnt ott. Miért nem tűnik el ez a véj onnan? Na végre, köszönöm. Looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Bejjebb ment a barlangba, valószínűleg. Ó, basszus, pici pókok. Bombarda. Ennyi? Van még? Aha, de ezek csak ennyien egyhitesek. Aha, itt is van egy. Jó, megölve. Nagyjából talán ennyi. És ezt a ládát megnézzük, ez egy rosszabb köztyű, mint ami nekem van. Bombarda. Jó, szép. Ez is megvan. Pókok ellen nem olyan nehéz most csatázni. Hála égnek. Aha. Holdköveket azért belútoljuk. De nem is holdkő. Tohonya turkalé. Eddig is ezek voltak. Végig holdkövet mondtam szerintem. Mert úgy néz ki, mint a holdkő. Mentségemre szóljon. Belement a földbe, az nem jó, mert akkor mindjárt jön ez. Confringo. És ennyi, ez a kettő is megvan. És azt, ha előre felgyújtom, akkor nem jönnek ki belőle azok a kis szarok? Aha, szerintem ez így működik. Legalábbis egyelőre nagyon úgy néz ki, igen. Mielőtt kikelnének azokból a kis szarokból, fel kell gyújtani, aztán nem kell velük foglalkozni. Which way? This way maybe? Nem? Itt csak egy zsák van, egy rosszabb köpennyel, mint ami nekem van. Szép ugrás. Sziasztok, pókicák. Valamerre mennek, és ott van egy zsák. Megnézzük benne. Erőnyerő főzet. Nem egy jó ómen, hogyha egy játék egy HP-t töltő főzetet ad. Szerintem. Aha. Már szerintem nagyobbnak tűnik. Ezért kapott egy ilyet, és egyből el is lett intézve biztonság kedvéért. Oké, okay, ő 21-es, de ezek a pókok semmik amúgy, tényleg, tehát sok mindent nem tudnak velem kezdeni. Most nem tudtam elolvasni, mert azt hittem, hogy még jönnek még, és nem állította meg a játékot. Na várjál, meg tudom valahol nézni, hogy mit találtam. Gazda, ha Tobbsot keresi, úgy tűnik itt az összes piócát kiszárította, és mélyebbre kell menni a barlangba. Tobbs reméli, hogy a gazda megvárja, amíg visszatér, túl veszélyes a gazda számára, hogy kövesse. Óvatosan a pókokkal, Tobbs. Aha, szóval itt volt Tobbs, és akkor ment beljebb. Jó. Ment beljebb a barlangba, mélyebbre. Én meg csak abban bízok, hogyha ezzel végeztem, akkor... akkor meg leszek 21-es. De azért az még elég messze van, tényleg még csak felénél tartok. Na mindegy. Megyünk tovább a pókokkal, ebbe az irányba. Biztos lesz majd egy bazi nagy póka végén, akivel meg kell küzdenünk mi. Nem baj, állok elébe. Nem vagyok csicska gyerek. Felmászunk. Aha. Valamelyikben nem lehet, Tobbs. Hello! Temesd fölbe az akromantula fejét. Az mit jelent, hogy betemetni a fejét? Hogyan? Mindegy, de kapja rendesen, szóval már nincs túl sok neki vissza. Esetleg, vagy nem, ezzel? Várja, mások is támadnak közben. Kapom. Na, hagyjatok már békén! Jó, oké, neki kéne állnom csatázni, nem próbálgatni ezeket a szarokat. Jó, őt megöltem szerintem, a nagyot. Maradtak a kicsik vissza.
Azt a rohadt életbe. Hagyjatok? Ott kapod. És... ennyi. Jó, plusz 10 tapasztalati pont, ez a hatalmas... csata? Ez az egész csata 10 tapasztalati pontot ért? Ok. Persze. Miért ne? Of course. Van erre valami? Van erre valami? Aha, egy láda lesz erre. Egy kis lútocska sosem árt. Meg lehet, hogy erre kell tovább mennünk. Egy sál. Aha, és itt visszatérünk ide. Jó. Mindjárt megpróbáljuk ezt kijutni, csak most itt nem tudok varázsolni. Nincs. Jó. Oké. Okay. Akkor menjünk tovább, és erre kell tovább menjünk jobbra, ugye? Azt hiszem, még begyűjtünk egy csípőkarmot. Ott még van egy ilyen kis tarhonya. Jó. Aztán we move, srácok, we move. Erre kell mennem, ugye? Igen, erre kell mennem. Jó. Jó, ott van egy... az mi az Isten? Aha, egy ilyen kapu-szerű dolog. Ha! Jó, ezt fel lehet gyújtani? Vagy felrobbantani, vagy valami ilyesmi, igen. I have a feeling that house elf is Tobbs. Tobbs? Élsz még? Ha megtalálja Tobbs testét, a nagypók túl nehéznek bizonyult. Tobbs cserben hagyta önt, és megérdemli ezt a büntetést. Tobbs gyengének érzi magát. Álmos. Tobbsnak muszáj. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Legyőzték a pókok. Uh-huh. Itt ki tudtunk úszni egy partra. És erre felé fogunk tudni kimenni vajon? Hát remélem. Jönnek még pókicák. Jó, ezt ki tudom robbantani, ugyanúgy ki tudom, igen. És itt egy kelta köpenyt találtunk, ami... bénem. Mint az enyém, igen, visszakerültünk a bejárathoz, és akkor igazából itt fogunk akkor tudni kimenni. Nagyon szuper. Kérlek szépen, játék nekreseibe hadd fejezzem be ezt az egészet most már. Nagyon jó, és hát szia Deke, sajnos van egy rossz hírem. Voltam a barlangban. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Saying Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he was a gazda. Died. We were separated. Oh, because that was a gazda world. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly. Hát Tobbsnak a gazdája az nem volt túl kedves. With a heavy heart. Sajnálom. Sajnálom, Deeks. About your friend, Deke. Thank you. You are very nem Deeks, kind. Deke. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Jó. Végeztünk ezzel a küldetéssel. Házi Manó sorsa. 180 tapasztalati pontot kaptunk érte. Mellék küldetéseket kell csinálnunk a következő epizódban, srácok. Mindenképpen legalábbis az elején biztos. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig fogunk tudni eljutni, de mindenképpen nyomunk egy jó kis mentést. És ja, folytatjuk a következő részben is. Egyszer eskü végig játsszuk. Egyszer biztosan. Ha tetszett, lájkoljátok, Tali legközelebb is. Szevasztok! Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcodból ő varázsolhat vitámat. Húzzük el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.